sokan tisztában vannak vele, hogy a LibreOffice projekt az élete Magyarországon kezdődött, egy magyar kávézóban gyűlt össze egy pár összeesküvő, 2010-es Open Office konferencia ideje alatt, és ők hozták létre ezt a, az új projektet. Viszont mostani előadásomban azt szeretném főként kiemelni, hogy azzal is legyünk tisztában, hogy a LibreOffice rendkívül erős azóta is Magyarországon, rengeteg magyar fejlesztője van. És ezen a szlájdon az első oszlopban az a négy ember, annak a négy embernek a neve olvasható, akik főállásban vagy hát ilyen félállásban LibreOffice fejlesztésen dolgoznak. A másik két oszlopban pedig a, az önkéntesek, illetőleg egyetemisták. Ezek közül pirossal emeltem ki azokat a Hozzájárulókat, akik a Novel gyakornoki programjában vettek részt. Ez a gyakornoki program, ez hát két éve, körülbelül két éve indult, és ha, egyetemisták a kötelező nyári szakmai gyakorlatot a Novelnél eltöltve a LibreOffice fejlesztésén dolgozhatnak. Elég szép számmal jöttek. A következő szlájdon pedig kékkel emeltem ki azokat az embereket, akik a Google Summer of Code-ban vettek részt. Látszik, hogy a két halmaz között van közös rész, úgyhogy sokan kezdték úgy a pályafutásukat, hogy a novelnél voltak gyakornokok, utána pedig csatlakoztak a Google Summer of Code-hoz, és idén Három hallgatónk van, illetve Vajna Miklós az előző korábbi években kétszer is volt Google Summer kódos hallgató. Tehát ezt hirdetem ezt a lehetőséget, hogy ez egy nagyon jó bekapcsolódási lehetőség a projektben. Lehet egy szakmai gyakorlatot csinálni, utána pedig egy Summer kódot ami dicsőség, 5000 dollár, és az önéletrajzban is jól mutat. A LibreOffice kiadási ciklusa, egy pár kiadási ciklusáról egy pár szó, ugye egy idő alapú kiadásokról beszélünk. Több verzió fut párhuzamosan, jelenleg három. Ugye a 3.6-os verzió az már elég régen jelent meg, de még mindig egy karban tartott ág. Bizonyos igények, felhasználói igények miatt még egy 3.6.7-es is meg fog jelenni a nyár folyamán. A fő stabil águnk az most a 4.0-as, ugye a 4.03-as a legutolsó verzió, és a 4.04 kiadására készülünk, illetőleg ami a legizgalmasabb, hogy béta fázisba került a 4.1-es. Fél évente jelentkezik a LibreOffice fő kiadással, ugye a főbb Linux disztribúciók kiadási ciklusához igazítva, oly módon, hogy mikor azok megjelennek, azok már egy pont 2, pont 3-as stabil verziót tudjanak csomagolni. Ezek a Linuxok, -ok, ez a Fedora és az Ubuntu elsősorban. Érdekes, hogy az OpenSUSE az ugye 8 hónapos kiadási ciklusával így ritkán találkozik. Össze a LibreOffice-szal annak ellenére, hogy a SUSE igen jelentős résztvevő. Tehát így alakítottuk ki, hogy a többségnek kedvezzünk. A fő kiadások után eleinte havonta, később pedig hát ritkábban két havonta, vagy akár három havonta jelenik meg hibajavító kiadás, amiben új funkció nincs, csak a bejelentett hibák javítása. És ebből az idő alapú kiadásból következik, hogy egy-egy új kiadás az egetverő újdonságokat nem tartalmaz, nem is tartalmazhat, hiszen mondjuk fél év áll rendelkezésre. Viszont ezek a változások az idő során összeadódnak. Tehát minden verzióba bekerül az éppen aktuális állapot, a következő verzióban pedig egy még jobb. Ez a módszer szerencsésebb, mint hogyha éveket kéne várni egy, -egy új kiadásra, és akkor abban hirtelen rengeteg újdonság megjelenne. Így sokkal jobban tervezhető az, át, az átállás az egyes kiadásokra van, van egy pár nagy cél, egy nagy ö, ilyen fő vonulatai a fejlesztésnek, amit szeretnénk az idők során ö, elvégezni, nem, kötele, nem feltétlenül egy kiadáshoz kötve, hanem hát ahogy haladunk vele, például ugye a járva függőség megszüntetése, vagy a felhasználói felület átírása, a vagy a bildrendszernek a megreformálása, a német nyelvű kommentek kiírtása a forráskódból, illetőleg az egyetlen egy kódtisztítás, refaktorálási folyamat, hogy a fej új fejlesztők könnyebben bekapcsolódjanak, csökkenjen a szoftver lefordításához szükséges idő, stb. 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 És a kisebb. Ö, 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 funkciókat, jellemzően egy-egy ember fejleszti, részint a saját igényeinek a kielégítésére részben pedig a főállású fejlesztők, azok ügyfél igényeket elégítenek ki. Úgyhogy ezek az apróbb funkciók jelennek meg a felhasználók előtt. Most akkor sorra venném ezeket a, ezeket a nagyobb volumenű változtatásokat, és kicsit meg is indokolnám, hogy miért kell a Jávát kiírni. Hát először is miért került bele a Jáva a Libre, Office-ba, vagyis az elődjebe, az Open Office-ba. Amikor a Sun Microsystems 2000-ben átvette a projektet, ugye a számnak a Jáva saját technológiája volt és hát ezt nagyon szeretnék, és azt gondolták, hogy ezen túl mindent jávába fognak a, fejleszteni a programhoz, hát erre is volt fejlesztőjük, meg infrastruktúrájuk. Viszont hát ez alapvetően egy C++-ban írt program, és az, hogy a időbe be kell tölteni egy jáva futtatókörnyezetet, az egyrészt lassítja, másrészt pedig a jáva jelenleg egy olyan vállalatnak a kezébe van, aki... A LibreOffice-nak nem jó barátja, ezért célszerű tőlük egy kicsit távolságot tartani, mert soha nem lehet tudni, hogy milyen szabadalmi vagy egyéb ilyen szellemi tulajdonjog problémákba futhat bele az ember, hogyha Jávát használ. Jávába szerencsére viszonylag kevés dolog íródott. Ilyenek például a különböző tündérek vagy vizárdok. Amiknek nagy részét már átírták Pythonra, a 4.1-ben éppen a napi tündért és a webtündért jelent meg újonnan, mint Pythonra átírt komponens. Azért a másik nagy terület az adatbázis kezelés terén a jelentéskészítő, illetőleg egy beépített HSQLDB adatbázis motor, aminek a kiváltása a Firebirdre talán ezen a nyáron fog megvalósulni. Akkor kis kicsisebb jelentőségi, hogy ugye a LibreOffice programozható binshell és JavaScriptben ennek az implementációja is jávás. meg egyes kiterjesztések, mint a nem lineáris, megoldó és a wiki publisher szintén jávában vannak. Viszont az elmúlt hónapok során jó nagy darabokat sikerült kiírtani, például az XSLT alapú filefilterek alatt dolgozók szalán XSLT feldolgozót, és a, illetve a helpet indexelő t váltottuk ki. A szalánt azt LibXML-lel, ez egy C-ben írott programkönyvtár, a Lusaint pedig a C Lucén nevű C-s A felhasználói felület Ugye azt sokan kritizálják, hogy hát a 90-es éveket idézi a kinézet. Ez szintén egy lassú fejlődés során fog ez átalakulni, megszépülni. Ugye másképp nem is lehet, hiszen hatalmas munkáról van szó. Ez a widget layout projekt, vagy alprojekt tulajdonképpen arról szól, hogy a Fix koordinátás párbeszédpaneleket, ahol minden elemnek le van rögzítve a helye, egy ilyen layout-menedzselt módon egy XML leírófájl segítségével egy ilyen layout-managelt párbeszédpanelekre alakítsuk át, ahol az egyes elemeknek a szélessége, magassága az alkalmazkodik a szöveg tényleges szélességéhez és magasságához. Gyakran előfordul, hogy angolul még jól néz ki a párbeszédpanel, de mondjuk németül vagy franciául akár egy harmaddal is megnövekedhet a hossza, és mindenféle levágások keretkeznek, nem lehet elolvasni a mondatok végét ez ezzel a módszerrel megszűnik. Azon kívül további szerencsés fejlemény, hogy ezeket az új XML párbeszédpaneleket a Glade párbeszédpanel szerkesztővel lehet szerkeszteni, ellentétben a régi módszerrel, ami egy sima szövegszerkesztővel, kockás papíron ki lehetett számolni a koordinátákat, de kézzel kellett alapvetően végezni. És ez az átalakítás, ez már meg korábban megkezdődött, a 4.0-ásban jelentek meg az első ilyen panelek, és a 4.1-ben már a fele kb. 250 panel át van alakítva. A munka az folyamatos, ugye egyetemisták is tudnak ezen dolgozni, illetőleg ez egy elég egyszerű és mechanikus tevékenység, úgyhogy ebbe könnyű beszállni, Így remélhetőleg a 4.2-re az átalakítás befejeződik. Ami viszont a 4.1-es verzió teljesen befejeződött, az a Build rendszernek az átalakítása, ami a felhasználóknak ugyan nem sokat jelent, de a fejlesztőknek rengeteget. Régen a LibreOffice egy ilyen kevert rendszert használt, használt GNU Make-et is, használta a DMake nevű kicsit furcsa Make programot, aminek aztán karbantartó jává is kellett, hogy váljon, mert máshol ugye már nem tartották karban. És ezt az egészet egy Perl script fogta egybe, ami indította ezeket a még folyamatokat. Nagyon rosszul skálázódott ez a korszerű sokmagos gépeken, ezért még az Open Office Org idejében elkezdődött ez a folyamatos áttérés a GNU Mékre, ami a 4.1-re befejeződött hogy egyetlen hatalmas még processben fordul le az a több tízezer target, az a több milliós soros forráskód, ami egyébként a GNU MAKE-elé is komoly kihívást állított. Tehát sajnos ez az eredeti elképzelés, hogy ne a LibreOffice projektnek kelljen karbantartani a még eszközt, ez nem sikerült maradéktalanul, ugyanis pecselni kellett a, a GNU-méket Windows-on mindenképp, és ezeket a, ezeknek a pecseknek a befogadása az upstream az elég lassú. Viszont az eredmény az elég szépen látszik, hogyha 32 szálon indít, indítjuk el, akkor, akkor 32, mind a 32 processzor magot ki fogja használni, a ha valakinek olyan gép van otthon, van erre példa egyébként a fejlesztők között, és akkor ilyen fantasztikus bildelési időket érnek el, hogy negyed óra alatt lefordul az egész. Összehasonlítva régebbi állapottal, hát fél nap, egy nap, tehát ilyen időket mértünk még két-három évvel ezelőtt is a teljes forráskód lefordítására. Szintén a 4.1-ben teljesített ki Zolnai Tamás munkája, mivel legalább egy fél évet dolgozott a lokalizációs keretrendszer. Ugye itt arról van szó, hogy a felhasználói felület és a súgónak a szövegeit angolról száz valahány nyelvre fordítjuk, akkor ezeket a szövegeket ki kell szedni a fájlokból, és később vissza kell tenni. Erre az eredeti forráskód egy elég csúnya megoldást adott. Éppen milyen programnyelv akadt a fejlesztő kezébe, azzal valósította meg. Tehát volt benne C++, Perl, Java, Python, és akkor ezeket hívogatta egy vezérlő programból, közben rengeteg felesleges műveletet végezve. Na most ez az, amit... Kiküszöbölt az Olnai Tamás munkája, tisztán C++-ra átírta az egészet, letisztította és sebességre optimalizálta, úgyhogy ez egy nagyon nagy eredmény. Felhasználók számára szintén kevésbé látszik, de a build idejét lecsökkenti, és a fejlesztők ezért szeretik a német kommentek azok még a hamburgi Star Division öröksége, ugye német vállalat voltak, németül kommenteltek. Ezeknek a kb. 50 ezer sor német komment volt a forráskódban. Erre egy okos skriptet írt Vajna Miklós, ami automatikusan felismerte a német kommenteket, és innen tudjuk, hogy egyetlen mekkora mennyiségről beszélünk. És ezeket hát, Német anyanyelvű ö, önkéntesek segítenek angolra fordítani. A Google Translate az nem válik be, mert sokszor németül sincs értelme a kommentnek, a és hogyha azt még lefordítják angolra, Google Translate-tel, akkor végképp nem. Tehát mindenképp kell, kell egy emberi kontroll fölötte, de hát a ja, fele megvan, és ö, talán egyszer elérjük azt az állapotot, hogy ez egész meg lesz. A kótisztítás szintén egy olyan dolog, amit a Star Division, illetőleg a Sun, illetve az Oracle egyáltalán nem foglalkozott ezzel. Tehát amit egyszer megírtak, azt, azt, úgy hagyták, benne hagyták. Ha később nem használta a program, se baj, az még azért ott volt és lefordult. LibreOffice pedig célul tűztek, hogy egyrészt a felesleges párhuzamosságokat megszüntesse, másrészt az olyan kódokat kitörölje, amire sose adódik rá a vezérlés. Hát itt is egy-két példát hoztam, hogy tudom én, string osztályból volt nekik jó pár, most elhatároztuk, hogy melyik legyen az, amelyiket szeretjük, és akkor erre átírni mindet, aminek egyébként gyakorlati jelentősége is van, mert uh, például a szövegszerkesztőben, a Writerben a bekezdés az egy string osztályban tárolódik, aminek a maximális mérete 64 kilobájt, és azért nem lehet 64 ezer karakternél, Hosszabb bekezdést csinálni a vrájterben, ami mondjuk hatalmas, meg ritkán fut bele az ember egy a bekezdésbe, de mégiscsak egy olyan limitáció, ami ami egy mesterséges és felesleges. Vagy például a fájlrendszert, ugye a könyvtárak fájlok -ok kezelését azt két ö, ö, helyen is implementálták, akkor az elavult implementációt ö, idén tavasszal egy ö, egyetemistával ketten ö, kiírtottuk. A további teendők ilyen kódtisztítás témájában az alábbi linken vannak, gondolom most itt senki nem jegyzi meg, de hogyha az ember rákeres arra, hogy Easy Hacks, LibreOffice, akkor ugye első találatként adódik, és könnyűek ezek a belépő szintű feladatok, és azonnali elismerés és dicsőség jár az új csatlakozóknak. Gyorsan egy pár uh, uh, szlájdon áttekinteném, hogy mi az, ami a 4.1-ben ilyen a felhasználók számára is ilyen érdekes újdonság. Én kezdeném, ez a betűkészlet beágyazás, ez egy, az uh, a Microsoft Office uh, tudta, és ugye ügyféligény volt, hogy ezt a LibreOffice is tudja. A dokumentumoknak a tulajdonság lapján be lehet uh, x hogy ágyazzuk be a dokumentumban használt betűkészleteket a dokumentumban, és az Open Document Formátum és a Microsoft XML Formátum esetén ez szépen működik. A dokumentumban használt betűkészleteket belementi a dokumentumban. Tettem egy-két próbát, hát kicsit megnöveli a dokumentum méretét. Ugye mondjuk, hogyha egy teljes unikódos fontot bele kell tömöríteni a dokumentumba, de hogy ez a hordozhatóságot biztosítja, hogy aki mi utána megnyitja, annak jól fog megjelenni akkor is, ha az ő rendszerén az a betű nem volt telepítve. Egy apróság, de ilyen nem volt. A writerben nem lehetett elforgatni a képeket. Ha valaki a writerben szeretett volna egy képet elforgatni, azt előbb át kellett másolni a dróba, ott elforgatni, majd visszamásolni writerbe. És kiderült, hogy a dróban alkalmazott elforgatás az a writerben nem alkalmazható, ezért egy legalábbis nehezen, mert ez egy teljesen más ö, ö, rétegben zajlott az a transformáció, ugye szabadon tetszőleges szöggel elforgatható a dróban, de a 90 fokos elforgatást könnyű volt megvalósítani, ezért gyorsan egy önkéntes megvalósította ezt a funkciót, hogy 90 fokkal jobbra-balra el lehet forgatni a képet, és ez a felhasználó igényeknek a nagy százalékát már ez is lefedi. Akkor a Vajna Miklós Writer fejlesztő munkája, hogy színátmenetes háttér lehet szövegkeretben, hát ez is az interoperabilitás miatt fontos, ugye a Microsoft Office ezt tudja, tehát az a saját fájaiba ilyennek lehetnek, és most már mi is tudjuk ezt importálni és exportálni. A Kalk táblázatkezelőben bevezettek egy új diagramtípust, ezt a lépcsős, diagramot, valamint meglehetősen sok új munkalapfüggvényt, amit az Open Document format, formula, specifikáció tartalmaz. Ezek is szintén fontosak az interoperabilitáshoz a Microsoft Excel újabb verzióival. Szintén magyar fejlesztés ez a kis Impress fényképalbum. Funkció. Szintén egy gyakorlatos diák készítette, Mocsi Gergely. Az ötlet a következő, hogyha valakinek van mondjuk 20 darab fényképe és, vagy képe, és szeretne abból egy imprez diasort készíteni, akkor azt addig egyenként kellett behúzigálni az imprezbe, ez nem túl hatékony módszer. Ezzel a párbeszéd panellel ugye hozzá lehet adni őket, akkor ott át is lehet a sorrendjüket rendezni, el lehet rendezni úgy, hogy egy képet rakjon egy diára, vagy kettőt, vagy négyet, és végül a beszúrás gombra kattintva legenerálódik egy diasorozat a megfelelő fényképekkel. Itt az előnézetem már egy olyan kis képet láthatunk, amiről külön is szerettem volna beszélni. Egy apróság, hogy a súgóban a basic példaprogramoknak a kódja, az most már nem csak, hogy be van tördelve, indentálva, mint a 4.0-as verzióban, hanem a színek -e, szintaxis ki van emelve színkódokkal. Ugye ugyanezeket a színkódokat alkalmazza a basic kódszerkesztő is, és innen támadt az az ötletem, hogy ha már úgyis van egy ilyen szintaxis kiemelő osztály, akkor azt miért ne használhatná a súgó is. És ez gyakorlatban is lehetségesnek bizonyult az ötlet megvalósítása, és a 4.1-es súgóban már ilyen szép, olvasható szintaxis kiemelt példák vannak. Ez is egy ügyfél kérése volt, egy apró kis használhatósági segítség. Ugye a file menüből eddig is elérhető volt a legutóbb megnyitott dokumentumok listája, de most a megnyitás gomb mellett is megjelent egy kis nyíl, ahonnan itt lenyitva, akkor itt vannak a legutóbb megnyitott dokumentumok. Az Olnai Tamás miután elvégezte a novellnél a szakmai gyakorlatot, utána az FSFU alapítvány ösztöndíjas lett, és a többek között a Béz felhasználói felületén végzett jelentős fejlesztéseket. Ugye az informatika érettségének része az adatbázis kezelés is, és eddig probléma volt az, hogy míg access a felhasználói felületen össze lehetett kattintgatni a dolgokat, addig bizonyos feladatokat a Base-ben csak úgy lehetett megoldani, hogy valaki megírja kézzel az SQL-t. És hát ez nem jó, mert akkor senki nem fogja ezt választani az érettségire. Ezért kitűztünk egy pár feladatot. Az egyik az, hogy a limit funkciónak legyen egy ilyen gombja, tehát a lekérdezésre adott eredményeket lehet limitálni, hogy az összeset szeretnénk látni, vagy csak az első öt, vagy tizet, vagy amennyit beírunk ebbe a kis szerkesztő ablakba, illetőleg ugyanezt megvalósította egy párbeszéd panelen is, ahol még egy külön rádiógom van annak, hogy a lekérdezések különböző, hogy csak a különböző sorokat jelenítse meg. Ugye ez a Select Distinct az SQL-ben. Akkor tovább fejlődött az elválasztás motor is, német László jó voltából. Ugye hát a magyar az mindig is nagyon fejlett volt, de itt most a többi nyelvet is kisegítette ezzel a folttal. Lényegében arról van szó, hogy a Vrájterben másképp működött az elválasztás, mint a kalkban, a cellákban, illetőleg az ilyen rajzobjektumok belsejében. És hát a, ebből a táblázatból látszik, hogy még mindig nem tökéletes a dolog, de bizonyos típusú elválasztásokat most már jól kezel a 4.1-es LibreOffice ugye apróság, hogy de egy fontos lépés ugye az open type betűk kezelése felé, hogy tudjuk kezelni most, mostantól kezdve az egyes nyelvfüggő betűvariációkat. Tehát ugye itt a szerb és az orosz ugyanazok a betűk ezek, csak az egyik nyelven a kurzív, a kurzív változat az másképp néz ki. Tehát ez, a hagyomány, hogy mit tudom én, a D betűt vagy a B betűt másképp kanyarítják. most már az adott nyelvű szöveg kurzívra váltva ezt az Open Type sajátosságot kihasználva jól fog megjelenni a szöveg szerkesztőben. Végül utoljára hagytam egy régi új funkciót, ezt az bizonyos oldalsávot. Ez a funkció ez Újnak nem nevezhető, mert az IBM Lotus symphony jelent meg, és ők azt ígérték akkor, hogy ezt vissza fogják adni ezt a kódot a közösségnek, az Open Office-nak, ez végül is nem történt meg. Ez a, ez a kód visszaadás, ez idén történt meg az Apache OpenOffice részére, tehát most először ízottunk hozzá egy olyan licenszel a kódhoz, amit a LibreOffice is át tudott venni. És hát, ha már át tudta venni, akkor át is vette, de nem tette be alapértelmezésként, ez egy kísérleti funkció maradt. Miért? Azért, mert ez még nem egy szép, lecsiszolt, használható dolog, hanem ez még csak úgy ott van. Továbbra is következő képen látható, hogy mik ezzel a problémák először is ugye ez a fix koordinátás elrendezés, ami az egész korábbi OpenOffice-ra vagy LibreOffice-ra jellemző volt, hogy van egy adott mérete az oldalsávnak is, meg a szövegeknek is, és ami ebben nem fér ki, hát az így járt. Az angolt azt megcsinálják úgy, hogy az nagyjából kiférjen, de az összes nyelvi verzió gondokba ütközik. Viszont ugye van nekünk ez a fejlesztésünk, ez a widget layout, és az oldalsávot is kiterjesztettük ezzel a funkcióval, úgyhogy kísérletképpen már a 4.1-esben egy oldalsáv át van konvertálva és működik is, majd a 4.2-es várható az, hogy az összes meglegyen, az ikonok is az ikon témához illeszkedjenek, ne a színfonis ikonokat lássuk, illetőleg kitaláljuk azt is, hogy mi legyen a a szerepe ennek az oldalsávnak, ugyanis jelenleg a funkciók rajta vannak az oldalsávon is, meg a túlbáron is. Ezek közül az egyik felesleges, nyilvánvaló. Lehet, hogy mondjuk a széles lapos képernyőkön az oldalsávot kéne erőltetni, a hagyományos 4-3-as elosztásúakon pedig a túlbárt. Hát nagyjából ennyi fért bele az előadásba, úgyhogy köszönöm a figyelmet.